Mindenkinek járt egy szelet torta november 17-én a Mátészalkai gyárban. Azt ünnepelték, hogy az alapító Carl Zeiss 1856-ban nyitotta meg precíziós műszerek és optikák készítésére specializálódott műhelyét Jénában. A cég azóta a világ egyik vezető vállalata ebben az ágazatban. 175 éve Carl Zeiss úr Jénában megalkotta az első optikai kis üzemét, ahol kezdetben műszerekkel foglalkozott, de már 1856-ban megépítette az első jelentőségteljes mikroszkópját, amit pár éven belül már szériában gyártott, sorozatban gyártott, automatizálva, és ugye ezzel megpecsételődött a Zeiss sorsa, hiszen a tudományos kutatásba tette le a névjegyét. Többek között 36 Nobel-díj köszönhető olyan Zeiss tárcsöveknek, amiket a kutató biológusok használtak. Említhetném talán a Robert Koch urat, aki ugye a tuberkulózist kutatta és föltalálta, Zeiss eszköz használt. De ne álljunk meg csak a mikroszkópoknál, a Zeiss piacvezető akár a chipgyártáshoz használt Zeiss technológiákban, vagy említhetném az orvosi műszereket, mérőműszereket, vagy éppen a szemüveglencsét, amit itt Mátészalkán gyártunk. A cég 1992-ben költözött Mátészalkára. Azóta töretlen a fejlődés a gyárban. Egyre nagyobb volumenben és egyre többen dolgoznak a vállalatnál. Örömmel jelenthetem be, hogy egy 25-30%-ot nőtt a termelési értékünk. 390 főről 660 fölé emelkedett a dolgozóink száma, és itt még nem álltunk meg. További új termékek, új technológiák bevezetése van folyamatban. Természetesen az előbb említett fenntarthatóság az egy újabb kihívás, hiszen kitűztük célul, hogy mindenképpen kevesebb vízfelhasználással, kevesebb villamosenergiával, gázzal tudjuk működtetni ezeket a rendszereket, de továbbra is a mi fókuszunk ez a fenntarthatóság, az ipari technológiák és a dolgozóink. A vállalat fontosnak tartja, hogy a jövőben kevesebb energiát használjon fel működése során. Kitűzték azt is, hogy 2022-re az energiafogyasztásban elérjék a széndioxid semlegességet.